tanította ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyországban. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üdvözlök az igazságért, mert övé a mennyországa. Boldogok vagyok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az előttünk is megnyílna az út erre a mezőre,
fedezni nem csak az örök bíró fényességét, de mindazoknak a szenteknek társaságát és közösségét, akik már célba értek, akik az Isten országának örökösei. Halljuk be őszintén, hogy a történet elgondolkodtató kérdései szerint bennünk is fölmerül sokszor a saját életünkre vonatkozóan is a kérdés, az az Isten, aki szereti az embert, hogyan mehet el szó nélkül fájdalmaink, szomorúságaink, megpróbáltatásaink mellett, miért csak az utolsó ítéletkor, miért csak az Isten mezején válik világossá és egyértelművé, hogy mennyire szeret is bennünket az Isten. Minden szentek ünnepe pontosan erre a sokszor gyötrő emberi kérdésre a válasz. Isten nem csak egyszer, majd valahol a távoli végtelenben, amelynek sem időpontját, sem a módját nem ismerjük, akkor fog megvigasztalni bennünket, hanem az Isten boldog embereket szeretne látni bennünk. Boldogokat, akik a minden nap megpróbáltatásaink között is oda tudják szerezni tekintetüket arra a fényre, ami erőt ad a legszűkébb, legködösebb, legsötétebb napok elviseléséhez is. Minden szentek ünnepén embereket ünnepünk. Olyan embereket, akik előttünk jártak és célba értek. Miután az Isten meg tudja ünnepelni az embert, azután meg tudja ünnepelni azt az embert is, aki az Isten barátja. Minden szentek közössége, Isten barátainak közössége. Embereket ünnepünk nem a maguk életére tekintve pusztán, hanem embereket ünnepünk Isten jóságára tekintve. Egyszer egy indus fiatal ember, aki könnyű adományokból tengette az életét, egy különleges elhatározásra jutott. Úgy gondolta, koldus ruhát költ magára, hát ha az emberek, mint koldus, csak megszánják jobban, mint az előző napokban. Az emberek azonban elmentek mellette, néhányan megjegyzést is tettek, rendetlen, gondozatlan öltözetére. Ekkor a fiatal ember módszert váltott, és a következő napon díszes ruhába öltözött, és a hatás nem maradt el, egymás után jöttek először a kíváncsiskodók, majd nagyon is embert értékelő emberek, hatalmas adományokkal halmozták el, és estére a bevétele minden addiginál jóval több lett. Akkor a fiatalember hazament, levetette ruháját és az asztalra tette, és meghajolt a ruhái előtt, és így szólt hozzájuk, üdvözöllek benneteket, szerencsét hozó szép ruhák, ami a világban a legtöbbet számít, az a ruha, és nem az, ami alatta van, az emberi szív. Minden szentek ünnepén, mi keresztény emberek nem a ruhát ünnepeljük, nem a minden szentek közösségének puszta emberi életét. Mi a szívre tekintünk, minden szentek szívére, adottát adni magukat az Istennek, és ez az odaadottság megszentelte egész életüket. És tekintünk a magunk szívére is, hiszen az Úristen tőlünk is ezt az odaadottságot várja, szeretne minket is minden szentjei közösségében látni.
amikor minden szentek ünnepén az ember előtt kinyílik az Isten világa, megsejteti velünk Isten életünk legnagyobb lehetőségét, hogy tudnék még folytatása az örök életben lesz, akkor természetes, hogy az ember imára kulcsolja kezét, leborul a teremtő előtt, és a minden szentek társaságához csatlakozva együtt imádkozik, és kéri az Isten ennek a boldog örök életnek elnyeréséért. A mai evangéliumban a boldogságnak a kulcsát adja kezünkbe az Isten. Felvisz minket a hegyre, az imádság hegyére, ahogyan annak idején a 8 boldogságról szóló példabeszédben azon a bizonyos hegyen megsejtette övéivel az igazi boldogság lényegét. Mi nem a szenvedéseket keressük életünk során, de a szenvedéseket is tudjuk isteni összefüggésben tekinteni, és így felemelkedve ezeken az Isten boldogságát kérni magunk számára, és remélni azt, hogy el is nyerjük Isten kegyelmének köszönhetően. Adja a Jóisten, hogy valóban boldogok legyünk. Boldogok most, amikor imádkozunk és kérjük minden szentek közösségét, és boldogok akkor, amikor majd mi is abban a közösségben vehetünk részt, ahol földi testvéreink fognak bennünket kérni az imádság továbbításáért.